a legnagyobb baj akkor szokott lenni, amikor egy nagyon éhes kutya nagy mennyiséget, akár esetleg kilónyi mennyiséget olyan anyagból vesz föl, eszik meg, amelyik a gyomorban könnyen megduzzad. Tésztaféleségek, kenyér, néha a táp is, a száraz táp is ebbe a kategóriába sorolható. Neki esik, nagy mennyiséget eszik, és ha utána, ahelyett, hogy hagynánk pihenni egy picit, mozgatjuk, ugrálunk vele, játszunk vele, hagyjuk, hogy a kutya szélsőséges mozdulatokat tegyen, akkor a megnövekedett és víztartalmát hirtelen, víztartalmában hirtelen megnőtt gyomortartalom kileng a nagy mozgásokkal, és így a gyomorcsavarodás előfordulhat. Annyit érdemes erről a betegségről tudni, hogy ez igen gyakran sajnos halálhoz vezet, hogyha nem megfelelő időben jut el állatorvoshoz, mert a gyomorcsavarodás az mindenféle másodlagos durva problémák forrása, akár a szív működésnek is egy idő után a lehetetlenítője, úgyhogy bizony sokszor hát elpusztulnak szerencsétlen kutyák, hogyha nem kerülnek állatorvoshoz. Nem csak a kétszeri etetése fontos, hanem az is fontos, hogy áztassuk be a tápot, főleg ha már volt egy-egy ilyen epizódunk, már kitágult a gyomra, már volt hasonló eseményünk, akkor nagyon fontos, hogy annál a kutyánál ezt mindig tartsuk be, már a tálban szívja magába az étel azt a vízmennyiséget, amit fel tud venni, és úgy etessük fel a kutyával, ne a gyomorban kerüljön ez a bizonyos vízmennyiség a tápban fölvételre. Ha és amennyiben ilyen heven gyomor kitágulásban, vagy akár már gyomorcsavarodásban szenvedett az állat, akkor ez nagy valószínűséggel műtétre fog kerülni, mert ezt leggyakrabban csak műtéttel lehet orvosolni, és a műtétnek van egy olyan fázisa, van egy olyan része, egy kötelező teendője, amelynek az a lényege, hogy lerögzítjük a gyomrat a gyomorfalhoz, és ez a működés aztán a továbbiakban prevencióként tud szolgálni, megelőzi a további hasonló eseményeket annál a kutyánál, ahol ez már egyszer előfordult.